Létrejött a délnyírségi foglalkoztatási paktum. Nagykáló város önkormányzata, a délnyírségi többcélű önkormányzati kistérségi társulás és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal konzorcium keretében kívánja megvalósítani a helyi paktum létrehozására irányuló projektjét. A konzorcium célul tűzte ki a térségben az emberi erőforrások fejlesztését, a foglalkoztatás ösztönzését és a társadalmi együttműködések támogatását. A projekt célja a pályázati felhívással összhangban a Nagykállói és Nyíregyházi járásban helyi foglalkoztatási együttműködés, paktum létrehozása, illetve foglalkoztatási és képzési programok megvalósítása, a helyi munkaerő minőségének és foglalkoztathatóságának javítása, a gazdaság fellendítése, a foglalkoztatási szint növelése, a lakosság életszínvonalának növelése, a járás fejlődési potenciájának erősítése érdekében. A projekt további célja olyan komplex programok megvalósítása, mely a termelékenység javításán keresztül növeli a térség versenyképességét. A paktum szervezet megalakulásához szükséges együttműködési megállapodás aláírása Nagykállóban történt meg. A kormányhivatallal, illetve a járás önkormányzataival összefogtunk abban, hogy a foglalkoztatási helyzet javítását próbáljuk meg koordinálni. Ilyen különböző szükségszerű képzési programokat fogunk indítani, amelyet a kormányhivatal hajt majd végre, és vállalkozásokkal kötünk majd szerződést, hogy milyen típusú munkavállalókra van szükség adott vállalkozásnak, és ezt fogjuk képezni. Tehát összességében a településünkön élőknek egy plusz lehetőség arra, hogyha valaki dolgozni akar, és esetleg nincs meg a megfelelő szakmája, de szeretne más területen dolgozni, mint ahol, amit eddig, akkor, vagy eddig sem, akkor itt az átképzés után tudunk neki segítséget adni. Erre van egy kis bérfedezetés, illetve később az elhelyezkedésében is tudjuk majd támogatni. A projekt keretében önállóan támogatható, önállóan nem támogatható és kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek is szerepelnek. A program megvalósításában mind a civil, mind a köz, mind pedig a versenyszféra bevonásra kerül, úgy mint megyei önkormányzat, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és vállalkozások érdekképviseletei is. A délnyírségi foglalkoztatási paktum 18 tagot számlál. Ennek a délnyírségi foglalkoztatási paktumnak talán a legfontosabb nívója, illetve újdonság ereje az az gyakorlatilag, hogy teljesen más szemszögből közelítjük meg a foglalkoztatás kérdéskörét. Nyilván létrejött a megyei paktum, létrejött a megyei jogi városi paktum, illetve létrejönnek a helyi paktumok is. Nagyon fontos dolog az, hogy Nagykállóba is, illetve a térségbe is létrejött egy ilyen megállapodás, egy együttműködési megállapodás, ami azért fontos, mert közelebb hozza egymáshoz a munkáltatókat, illetve a munkavállalókat. Nyilván itt az önkormányzati polgármesterekről is beszélünk. Másrészt pedig a kormányhivatal, mint kötelező konzorciumi partner, mindenfajta szak és jogtudással köteles segíteni ezt a munkát. Én úgy látom egyébként, hogy ma már alkalmazkodni kell mind a hivataloknak, mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak a modern kor kihívásaihoz, és ez egy teljesen más szemlélet. Nem azt kérdezzük meg, illetve ha mondhatok egy ilyet, mi nem halat adunk az embereknek, hanem horgászni, illetve halászni tanítjuk meg őket, és ez a megállapodási paktum is egy ilyen új gondolatra épül, gyakorlatilag itt a munkáltató mondja meg, hogy neki milyen munkavállaló róla van szükség, és nyilván egy olyan célcsoportból próbálunk hozzá képzéseket indítani, illetve foglalkoztatási támogatásokon keresztül lehetőséget biztosítani, amely alapján mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldal találkozik, metszi egymást, és én úgy gondolom, hogy ez a jövő záloga és sikere. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alapból és a hazai központi költségvetésű előirányzatból visszanemtérítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra.